Sokak számára ismerősen csenkett Hall Melinda klinikai szakpszichológus neve, ugyanis Magyarországon az egyik legelismertebb szakember, több intézményen belül is tevékenykedik, így például a Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozó műhely berkeiben is. Szerencsések lehetünk, ugyanis a Vibe Fesztivál keretén belül a Vibe Koli neves szakemberekkel való beszélgetésekre ad teret, így például Hall Melindát is láthatták ma, de holnap is találkozhatnak vele, viszont most picit elraboltam, és itt van velünk a stúdióban, szeretettel köszöntelek. Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket is. Ha már említettem ugye a Matthias Corvinus Kollégiumot, akkor azzal is indítanám a beszélgetésünket, hogy ilyen sokrétű tevékenység mellett miért tartott fontosnak a tehetséggondozást? Alapvetően azt gondolom, hogy a fiataloké a jövő. Tehát, hogyha az ő gondolkodásukat tudjuk a jó irányba terelni, hogyha meg tudjuk mutatni, hogy mennyi szépség van ebben a világban, és mennyi érték, akkor szerintem egy nagyon jó generáció nőhet fel, akik később továbbadhatják ezt a tudást. Én azt hiszem, hogy maga az, hogy át tudjuk adni azokat az alapvető értékeket, amelyek mentén el tudnak igazodni a világban, ami mentén tudnak gondolkodni, a racionális gondolkodás lehet az alapvető bizonyos helyzetekben, gyorsan tudnak döntést hozni, és ebben többek között a tehetséggondozás szerintem egy nagyon fontos kulcs szerepet játszik. Egyébként mióta vagy a csapat tagja, úgymond? Az MCC-ben nagyjából másfél éve kerültem, és azóta azt mondhatom, hogy soha ilyen aktív másfél évem nem volt, és ez többek között a hallgatókkal való munkát is magába foglalja, egészen a fiataloktól, a középiskolásokig, az egyetemistákig, és még a vezetőképzőben is van szerencsém velük találkozni, úgyhogy egy nagyon intenzív másfél év van a hátam mögött. A Vibe Koli keretein belül jöttél először Erdélybe, tehát ugye ma volt az előadásod, ma látogattál ide? Szerencsére a Matthias Corvinus Kollégium Erdélyben számos központot létesített az elmúlt időben, úgyhogy éppen egy erdélyi körutat zárok ezzel a marosvásárhelyi szerepléssel, és éppen a Marosvásárhely volt a legelső, amelyen ezt a körutat kezdtem. Nagyjából másfél hónappal ezelőtt indultam, és most ér véget. Örülök, hogy újra itt lehetek. Mivel a test és lélek műhelyben dolgozol, tevékenykedsz, ugye klinikai szakpszichológusként, tehát te a pszichológiai témákkal erősíted ezt a csapatot. A mai Vibe Koli keretén belül a felnőtt tartalmak pszichológiai hatásáról beszéltél, holnap pedig a politikai kampányok pszichológiai hatásáról, és ez mind a kettő nagyon érdekes téma, úgyhogy ezekről kérdeznélek, hogy miért a mai téma például a pornó, azt miért választottad? Azt látom, hogy egy folyamatosan növekvő tendenciáról van szó. Most, hogyha az internetes tartalmakat megnézzük, akkor egy gyermek, egy fiatalkorú, a serdülőktől itt is elnézést kérek, mert ők már nem szeretik, amikor gyermekezem őket. Tehát amikor a fiatalok egyszerűen találkoznak egy túlszexualizált vagy pornográf tartalommal, az nagyon sok esetben nem az ő döntésük. Nagyon sok esetben azt látom, hogy ők az interneten szörfölnek, a közösségi portálokon fent vannak, vagy egymásnak mutatják meg ezeket a tartalmakat, vagy pedig teljesen, mintha azóta már ilyen normálisnak tekintenénk, de teljesen valószínűtlenül felbukkannak ezek hirdetésekben, reklámokban, vagy egyáltalán egy videó felugrik két egyébként teljesen más témájú videó között. És milyen szomorú, hogy van, aki először ezen keresztül találkozik egyáltalán a szexualitással, tehát nem az van, hogy mondjuk iskolai berkekben, hanem tehát úgy, hogy egy oktató videóval, vagy bármivel. Vagy nem a szülő által, tehát hogy nem egy olyan felvilágosítási funkciója van, mint ami mondjuk régebben, mondjuk tegyük fel, kiegészítette azt a kíváncsi, egyébként teljesen normatív dolgot, amit mondjuk egy korai serdülő ír. Érez, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy átveszi, vagy át akarja venni mondjuk a szülők szerepét, vagy tényleg a pedagógusok, az erre kiképzett szakembereknek a szerepét. Ez pedig óriási károkat okoz. Jelentősnek látjuk azokat a jelentős számú azoknak a fiataloknak a száma, vagy gyakorisága, akik emiatt traumatizálódnak. Nem készek még érzelmileg, vagy kognitívan. Ez lesz lerakva, akkor valóban nagyon nehéz ebből kimozdulni. Pontosan, és én erre szeretném felhívni a figyelmet, amellett, hogy egyébként a felnőtt idegrendszeri folyamatokban is, agyban is okozhat, akár tartós károsodást egy viselkedéses függőség, így például a pornó függőség,
függőség, vagy az internet függőség, amiről azért úgy keveset beszélünk, mert mindenki csinálja, és azt hiszük, hogy akkor az úgy rendben igen, van. Igen, vagy hogyha egy bizonyos korban nincs rendben, és utána meg teljesen természetes, ugye, azt pontosan hihetnénk. A fiatalok valójában a gyakoriságtól függ, azt mondod? Gondolom, hogy egyre növekvő számú azoknak a fiataloknak a száma, akik egyébként problémásan használják az internetet, és emellett még problémásan viselkednek a pornográf tartalmakkal kapcsolatban. Vagy túl sokat nézik, tehát mennyiségi témáról beszélhetünk, vagy egyszerűen olyan tartalmat néznek, amire még nem áll készen az az idegrendszer. 12 éves kornál indulhat csak el a felnőtt szimbolikus gondolkodás szintje. Majd 21-22 éves korban lesz a frontális lebeny olyan, hogy egy valóban racionális döntést tudunk hozni. Nagyon érdekes, hogy ennek ellenére ma azt látjuk, hogy 9-10 évesen a pornó használat az már ott van a köztudatban, és egy osztályból 2-3 gyerek akár rendszeresen fogyaszt ilyen jellegű tartalmat. De még egyszer hozzáteszem, nem mindenki saját akaratából. A nagyobb testvér megmutatja, a kortárs barátok megmutatják, és furcsa, és kíváncsi az ember ezekre a tartalmakra, de amikor már látta, akkor az inger lövedékszerűen érkezik meg az idegrendszerbe, ott már nincs visszaút. Ott már az egyetlen út, amivel még tudunk segíteni, hogy bizalmas kapcsolat van a szülővel, és a kérdéseket fel lehet tenni. Valóban nagyon fontos témákat boncolgatsz, és így a Vibe Fesztiválnak a célközönsége valójában ugye jó, hogyha ezekről tud és hall, mert hogy elég széles, de hogy főként fiatalokból áll. Mi volt a tapasztalat? Mennyire voltak nyitottak? Milyen kérdések hangzottak el mondjuk? Nagyon érdekes volt ez a mai alkalom, tele volt fiatalokkal tényleg a nézőtér. Egy-egy talán kolléga vagy valaki érdeklődő szülő ült bent. Nagyjából a középiskolás és az egyetemista korosztályt ölelte fel az a nézőközönség, és nagyon sok kérdés volt, és azon lepődtem meg, hogy tényleg úgy néz ki, hogy át tudtam adni azt az üzenetet, hogy itt nem arról van szó, hogy mi teljes tiltást akarunk, meg hogy mindenféle bűntudatot akarunk generálni azért, mert valaki pornográf tartalmat néz, vagy használ, hanem hogy a kommunikáció milyen fontos, hogy milyen fontos mellette a valós kapcsolat. A valós intim kapcsolat pedig nem a médiából árasztott sztereotíp elképzeléseken alapszik, és erre vonatkozott rendkívül sok kérdés, úgyhogy egy kicsit interaktív volt akkor, és bátrok voltak, kérdeztek. Így van, és tényleg érdekli. Azt láttuk, hogy annak ellenére, hogy próbáltunk egy online felületet biztosítani, hogy ott lehessen kérdezni, mert mégiscsak intim a téma, nehéz a téma. Ennek ellenére volt, aki simán feltette a kezét, és feltette a nagy kérdést. Tehát ilyen szempontból én remélem, hogy egy nagyon jó interakció zajlott, és hogy ezt az üzenetet ők továbbítani fogják. És remélhetőleg a holnapi napon is ugyanígy lesz, tehát a politikai kampányok hatásánál. Erről csak egy-két szóban, hogy miről is lesz szó holnap, mert a mairól már lecsúsztak, de igazából, hogyha követik, még lehet, hogy sor kerül erre a témára is, vagy kérdezhetnek tőle. Ízelítőként azt mondhatom, hogy egy nagyon érdekes téma az, hogy hogyan fogunk szavazni, hogyan szavaztunk eddig, hogyan szavazunk. A kulturális különbségek, azok hogyan néznek ki egy szavazás alkalmával, mi alapján döntenek a szavazók, és tényleg mi is az a politikai pszichológia, amit érdemes elhatárolni bizonyos sötétebb területektől a múltban, amelyek felölelték ezt a témakört. Egy nagyon más területen dolgozunk most, többek között azon, hogy tényleg milyen döntés az, hogy valaki ide húzza az X-et, vagy oda húzza az X-et, igen, és ki az, aki nem húz X-et. Tehát nagyon-nagyon érdekes. Akkor is döntünk, vagy sem, ugye szoktuk mondani, valóban. De te felnyithatja ez az előadás a szemünket, hogy valóban mik vannak a háttérben. Így van, és kollégáimmal igyekszünk ott is egy interaktív előadást lebonyolítani, lehet kérdezni, mi várjuk a véleményeket is, sőt, akár a kritikákat is. Tehát lehet tényleg egy ilyen szabadabb, kötetlenebb előadásra számítani újfent. Tehát akkor a Vibe Koliban holnap találkozhatnak veled. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és örülök, hogy a Matthias Corvinus kollégium, illetve a Vibe is ilyen nagyszerű szakemberekkel ajándékoz meg bennünket. Köszönöm szépen. A meghívást.